Sziasztok! Hadd meséljem el, mi történt velem a múltkor. Aluljáróban voltam, biztos ti is láttátok már ezt az itt a piros, hol a piros dolgokat, de én most ilyen speciális kártyákkal láttam a dolgot. Volt egy üres, meg természetesen volt még egy üres, és azt mondta a pacák, hogy ezt a pluszost kell követnem. Ha a pluszost megtalálom, akkor nyerek. Megmutatta a pluszost, és azt mondta, hogy egyszerűen fogja, és alulra rakja. Kérdezte, hol a pluszos, egy százas jelen, mondta, hol lehet alul. Azt mondta, hogy hát egy százas, már is elveszítettem egy százast. Azt mondja, jó van, akkor alul a fehér, fölül mi lehet? Hát, na jó, akkor ott a pluszos. Mutatja, hogy hát ott is egy fehér van, nincs a pluszos. Na akkor jó, akkor tudja, hogy középen van a pluszos, és erre megmutatja, hogy középen sincs semmi. Nem mondom, ez vicc, itt valami nem stimmel. Megmutatta, hogy alul van a pluszos. Na jó, azt mondta, már 300 forintot elvett tőlem, hogy akkor nézzük, hogy a fehéreket meg tudom-e találni. Hát mondom, rajta most már nem fogsz ki, alul van a pluszos. Azt mondja, felül mi lehet? Hát mondom, biztos, hogy egy fehér, de megmutatta, hogy ott is egy pluszos van. Hát mondom, ilyen nincsen. Akkor középen. De megmutatta, hogy középen is egy pluszos van. Mondom, ez tuti csalás, itt láttam három fehéret, három pluszosat, ez tuti hat kártyával van ez a dolog, de nem, mert megmutatta, hogy tényleg csak három lappal dolgozik. És adott még egy utolsó esélyt, hogy visszanyerjem az összes pénzemet. Megmutatott egy lapot, egy üreset, és megmutatta a pluszost, és csak annyit kérdezett, hogy mi lehet középen. Gondolkoztam, hogy plusz, üres, tehát először két üreset és egy pluszot láttam, tehát azt mondtam, hogy biztos, hogy egy üres lap lehet, és erre a pacák megállított, azt mondta, hogy inkább ne tippeljek tovább, mert az összes pénzemet elveszítem.